két okból jöttünk össze. Egyrészt, hogy megnézzük a dűlőket, a frissen metszett dűlőket. Amennyiben van új terület, akkor azt első szemlén eldöntjük, hogy megfelel-e az előírásoknak. Meg ami nagyon fontos ilyenkor, hogy ilyenkor már azért kóstolgatjuk a borokat is szinte minden alkalommal, amikor bejárás van, összejövetel. Mindenki hozza magával a friss, előző születből való friss borát, tartály, mint a hordó, mint a van, aki már összeházasította, mondjuk ha mind a kettő van neki, és ugye még a nyári palackozások előtt azért szoktuk kóstolgatni egymás borát, az is ilyenkor van például. A 19-es évjárat az egy kiemelkedő évjárat volt, tehát ha azt mondjuk, hogy még az elmúlt 10 évet nézzük, akkor a 16-os, 13-as, 15-ös és a 19-es ezek tényleg kiemelkedő évjáratok voltak. Tehát 10 év távlatában is a tavaly év az egy nagyon jó évjárat volt. És ez érződik a borokon is. Csopak környéken ugye komoly dűlők vannak, komoly borokat lehet készíteni. Ugye itt nagyon fontos az a vendégkör, aki ide jár, itt is félig itt él, magáénak érzi ezt a környéket, és hát főzünk. Tehát most már elmondható, hogy minden komolyabb borterasz pincészetnek van egy konyhája, és azért komoly bor mellé akármilyen ételt, akármilyen tányért nem lehet lerakni, ez kéz a kézben jár. Ebben nagyon sokat fejlődött a környék, mondhatni, hogy vezető az egész régióban, ez a Füred-Csopaki rész gasztronómiában. És hát, aki magas színvonalon akarja ezt működtetni, az csak éves nyitvatartásba tud gondolkodni. Ezért szinte minden helyi Füred-Csopakon már úgy működik, hogy mind a 4 évszakban. Ez már egy olyan alapvetés, ami már nem is ez a hívó szó, hogy egész évben nyitva vagyunk, mindenki tudja, ki alakult a vendégkör. Füred egy nagyon erős bázis. Itt már nem az éves nyitvatartáson van a kommunikációban hangsúly, hanem azon, hogy minél jobban csináljuk ezt, minél magasabb színvonalon.